mai műsorunkban Karácsondi Mihály atya tájékoztat minket a Bagi Szent András templom felújításáról. Danyik Antalné meginvitál minket a Galgahévízi falunapokra, valamint ismét beszélgetek Tordai Piroskával, aki ezúttal is hasznos ingatlanadásvételi tanácsokkal várja önöket. Tartsanak velünk! Május végén kezdődtek meg a Bagi Katolikus templom felújítási munkálatai, ahol a tornyot és az első homlokzatot újítják fel. Erről kérdezem Karácsondi Mihály atyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a tévénézőit. Mióta áll Bagon ez a templom? Az 1770-es években készült, 72-től 74-ig Grassalkovics építette, ugyanúgy, mint a Mária Besnyai kegytemplomot, és hát azóta hirdeti itt az Isten dicsőségét. Olyannyira jelentős volt, hogy még Kartalról is ide jártak szentmisére annak idején. Az évek során, ez alatt a hosszú idő alatt történt-e már felújítás ezen az épületen? Hát nyilván többször is készült felújítás, különösen a háború után szükséges volt, hiszen a tornyot lelőtték a háború alatt, egy sokáig torony nélkül volt, vagy fél toronnyal volt a templom. 1962-ben építették fel újra olyan állapotban, ahol most van, és hát ez vált szükségesre, hogy felújítsuk. Hogyan valósult meg a felújítás, milyen összefogást igényelt? Onnét indultunk el, hogy mindenképpen szükséges már a felújítása, hiszen nagyon rossz állapotban volt, és hát volt egy lehetőségünk a közigazgatási és igazságügyi minisztérium pályázata alapján, amit próbáltunk az egész templom tetőzetére elnyerni, de sajnos csak 5 millió forintot kaptunk rá, így a toronyra próbáltunk fordítani nagyobb figyelmet, de hát ez a pénz nem olyan túl sok arra, hogy felújítsuk a templomot, ezért szükséges, hogy a hívek összefogása is, és a már kis apró meglevő pénzünket is hozzátéve tudjuk felújítani, hiszen több mint 15 millió forintba kerül a teljes felújítás. A felújítási munkálatok során a templom műemlék jellegét figyelembe veszik-e? Természetesen, hiszen műemléktemplom, és ez azt is jelenti, hogy engedélyt az építkezésre vagy felújításra csak a műemlékvédelmi hatóság adhatott ki, és hát igyekszünk a tornyot úgy visszaállítani, ahogy a háború előtt volt. Egy kis változással készült el, nyilván az akkori anyagi körülményeknek megfelelően készítették el ott 62-ben a tornyot, és most szeretnénk visszaállítani úgy, ahogy eredetileg volt még a háború előtt. A műemlék jellegét pedig az első homlokzatán is meg kell őrizni, hiszen akár a festés, akár a maga a fal meg kell, hogy látszódjon, hogy ez mégiscsak barokk stílusú templom, amiben az Isten dicsőségét hirdetve kell, hogy az emberek a régiséget is lássák, de ugyanakkor azt is, hogy az Isten itt lakik közöttünk. Mikor láthatjuk készen az új tornyot? A tervek szerint augusztus 15-ével fejeződik be. Természetesen az időjárás függvénye is, hogy néhány napot csúszhat ez a felújítás, de remélhetőleg tudjuk tartani ezt az időpontot, és így augusztus 15-ével elkészül az egész első homlokzat és maga a torony. Ugye a környékben nem csak Bagon folynak templomfelújítási munkálatok, hanem Hévízgyörkön is dolgoztak a katolikus templomon. Milyen munkálatok folytak ott? Hát sajnos régi probléma a Hévízgyörki templommal, hogy vizesek a falak, és hát ledobja a vakolatot, és ezt próbáljuk különféle módszerekkel, eddig is próbálták. Most egy másik módszerrel próbáljuk megszüntetni a vizesedést. A templom körül drincsövet próbáltunk lefektetni, amely remélhetőleg elvezeti a vizet, és mivel szárító kis rés is maradt az alap és a drincső között, ezért talán sikerült teljesen kiszárítani. Igaz, hogy ehhez egy-két év szükséges majd. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőnket, és stúdiónkban Darnyik Antalnét, a Galgahévízi Művelődési Ház vezetőjét. Kezdjük csókolom, köszöntöm stúdiónkban. Jó napot kívánok! Mióta rendeznek Galgahévízen falunapot?
Hát 1989 óta, akkor volt először ugye a rendszerváltás, és akkor döntött így a testület, hogy minden évben megünnepli a falünnepet, és ebből kifolyólag ez most már hagyomány, és idén fogjuk ünnepelni a 24. falünnepünket. Ez alatt a 24 év alatt mivel dicsekedhet Galga Hévíz a falunapjaiból? Tehát, hogyha beletekintünk ezekbe a falunapokba, milyen műsorokkal dicsekedhet? Voltak-e nívós fellépések, vagy olyan dolgok, amik még a mai napig emlékezetesek az itteni embereknek? Hát én most már igen 20 éve itt vagyok a művelődési házba. Nagyon sok falunapot ugye megéltem, sőt nem csak megéltem, hanem részese és aktív dolgozója is voltam. Úgyhogy ami számomra a legnevezetesebb, 2000-ben volt az István a király, amit talán a 24 évből a legemlékezetesebb ünnepnek tartanám falünnepnek, mivel a helyi amatőr színjátszóink léptek fel benne, és olyan sikere volt, hogy mondhatom azt, hogy több száz, talán ezren felüli nézője is volt, és talán ez volt a legsikeresebb falünnepünk. Hát a többi falünnepen is mindig vannak külsősök is, meg főleg a helyi csoportokat szerepeltetjük. Úgyhogy a néphagyományt próbáljuk ápolni, és ebből kifolyólag a helyi csoportokat léptetjük föl elsősorban, és úgy hívunk vendégszereplőket. De a 2000-es év az nagyon nagy siker volt. Hogyha már itt tartunk a helyi csoportoknál, kik ezek a helyi csoportok, akik lehetőséget kaphatnak arra, hogy megmutassák a művészi tehetségüket itt a falunapon a helyi embereknek, vagy esetleg vállalkozók is megmutathatják a terméküket, portékájukat, amiket ők készítenek vagy gyártanak? Hát a helyi csoportjaink elég hosszú felsorolni, de megpróbálom, remélem nem hagyok ki belőle senkit. Hát van a Kisbetyár 1 és 2 néptánccsoportunk, ami gyerekekből áll. Vannak a Szent András Dombi Kisbetyárok, az 3 kisfióból áll. Vannak a Galga Hévízi Iglicék, ami 3 általános iskolás, de már felsős tagozatos lányokból áll össze. Van egy nyugdíjas népdalkörünk, van egy pávakörünk, és hogy egy kicsit más jellegű is legyen, van a Kantiámó kórusunk, és Csikó Tojás társulatunk, ami amatőr színjátszókból van, amik nagyon nagy sikere van, mert egy kis színdarabot szoktak előadni, és ez talán minden falu ünnepen szerepelnek. Mit jelenthet egy Galga Hévízi lakosnak a falunap? Mit jelentett az itteni embereknek? Hát, hogy mit jelent? Hát én csak a saját nevembe tudok beszélni, mert a Galga Hévízi emberek most már egyre jobban eltávolodnak, tehát mindig kevesebben vesznek részt. Talán most egy 3-4 év alatt, hogy aktívabb részesei a falünnepnek, és eljönnek, de mégse olyan létszámmal, amilyennel szeretnénk, pedig mindenféle propaganda anyagot, személyes beszélgetést elkövetünk. Úgyhogy talán a főzőverseny, ami most egy új megmozdulás, ez talán úgy egy kicsit jobban vonza az embereket, meg az, hogy megpróbálunk tényleg minden egyes helyi csoportot felléptetni, és ugye ezeknek a szülei, hozzátartozói jönnek, így azért a létszám is szaporodik. És ha ilyen kirívó színészeket vagy énekeseket hívunk, akkor talán jobban eljönnek a műsorunkra. De nagyon szeretik a falunnepet, úgyhogy van aktív résztvevői. Hogyan szerveződik meg a falunnep? Hát ez egy éves program keretében, tehát mindig előző évben próbáljuk összeállítani, és mindig más jelleggel, mint ami az előző évben volt. Úgyhogy ezt a polgármester úrral közösen megbeszéljük, külső emberektől is kérünk véleményt, hogy mit szeretnének, kiket szeretnének látni, hogy fellépjenek, és akkor ezt polgármester úrral megbeszéljük, és elkezdünk utána szervezni, ki tud eljönni, ki tudja elvállalni a fellépést. Hát sokszor akadályok a pénzügyi nehézségek, amit egy kicsit nehézkes megoldani, de megpróbálunk a színészekkel, ha vendégeket hívunk, alkudni, de nagyon sok környékbeli csoportot is elhívunk, tehát a Galga völgyéből, és ők teljesen ingyen és bérmentve vállalják a fellépést, mert örülnek, ha bemutatkozhatnak. A helyi vállalkozókat készíteti egy kisebb fajta összefogásra a falunnep, hogy támogassák ezt?
akár anyagilag, akár más eszközökkel? Anyagilag is támogatják, meg beszoktak mutatkozni termékeikkel is. Idén is lesz a biotermék bemutató, kézműves bemutató, amit a helyi vállalkozók, hogy termékeiket jobban propagálják, így van lehetőség nekik egy ilyen kiállítás keretében, vagy kinn a téren, ugye most már kinn a szabadtéri színpadnál szoktuk ezt az egész rendezvényt, ha az időjárás engedi megszervezni, és így ott ők is termékeikkel bemutatkozhatnak, sőt, még máshonnan is telefonálnak, hogy jöhetnének-e a terméküket bemutatni, kézműves festő, üvegfestő, ilyen jelleggel. Tehát vannak vállalkozók vagy művészek, akik direkt a falunapokat célozzák meg mondjuk egy nyári szezonban, akik nézik a kalendáriumot vagy az eseménynaptárt a környéken, és akkor ők azt mondják, hogy Galgahévízen falunap lesz, akkor telefonálok Galgahévízre, hogy hogy kirakhatom-e a termékemet, és járom a falvakat falunapról, úgymond. Van ilyen, mert ugye már januárban nekünk az éves programot le kell adni, és ez megjelenik a Gödöllő Környéke Turisztika Egyesület kiadásában is, és nézik, és akkor már abból a prospektusból ugye látják, hogy Galgahévízen falünnep, sőt hagyomány, hogy nekünk július második hétvégéje mindig a falünnep, és már ők automatikusan telefonálnak, hogy jöhetnek-e, bemutathatják-e termékeiket, tehát ez így megy. Milyen programokkal várják idén az érdeklődőket Galgahévízen? Hát most elég változatos program lesz. Ugye már most pénteken kezdődik a programunk. Itt fotókiállítás, a Szent Korona másolatának a bemutatása, üvegfestő kiállítás, és nem utolsó sorban 40 éves lesz a Galgahévízi pávakör, mert 1972-ben alakult, és ugye most 2012 van. És a Hévíz-Györki asszonykórust és a Nyugdíjas Egyesület népdalkörét hívtuk még meg vendégnek. Ezek elfogadták, és hát most a 40 éves pávakör ünneplése lesz a legfontosabb, és ez a középpontja a Galgahévízi falu ünnepnek. Hát szombaton folytatódik ugyanúgy, mint hagyomány, hogy kinn a tónál horgászverseny, ez 7 órakor indul. A gyerekeknek utána folytatódik a Csemetekert óvodában játékos délelőttel, a Götz téren a lovas bemutató, ami már az is hagyomány, vagy 7.-8. éve, hogy az országból több lovas jön, és akkor ők a Götz téren egy lovas bemutatót tartanak, aminek az a neve, hogy Puszták népe lovasfiadal. Ezzel párhuzamosan itt a művelődési házban továbbra is megtekinthető a kiállítás. Fönn az emeleti részben ingyenes egészségnap lesz, ezt a művelődési ház és a népfőiskola közösen szervezi. Majd délben indul a főzőverseny, ide nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket, hogy megmutassák, hogy minél finomabb és jobb étkeket tudnak készíteni. Majd 2 órakor rezes banda találkozót próbálunk megszervezni, amiben a Boldogi, Nagykáta és az Iklodi Fűvós zenekar várja a közönséget. Majd 4 órakor ünnepi megnyitó, főzőverseny eredményhirdetése, és innentől kezdve van ez, hogy a helyi csoportjaink lépnek fel, és itt, mint forgó színpad, mutatkoznak be. Itt még a Hévíz-Györki asszonykórus, nyugdíjas pávakör és hagyományőrző pávakör lesz a vendég, majd 7 órakor ünnepi szentmisével folytatódik a templomban, és 8:30-kor kezdődik az úgynevezett gála műsor, amiben a Muharai Táncegyüttes, a Csikó Tojás Társulat, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola színtársulata és a Puszta Country Band zenekar koncertje lesz. Ezzel fog záródni a szombat. És nem tudom, a vasárnapról szóljak egy pár szót. Mindenképpen. Hát, mindenképpen. Akkor hát az is jubiláló nap lesz, mert 70 éves lesz Galgahévízen a foci csapat, úgyhogy ez egy egész napos program keretében fog lebonyolódni, kint a sportpályán. Ott már 9 órakor egy ilyen gyereksorversennyel fog indulni, majd utána gyerek kispályás labdarúgó mérkőzés, felnőtt kispályás labdarúgó bajnokság, és 4 óra fél 5 körül tervezzük az ünnepi műsort, ahol ugye a 70 éves foci csapatot fogjuk megünnepelni. Ezzel párhuzamosan az iskolába kézilabda
meccs is lesz, ott pedig a női és férfi kézilabda csapat fogja összemérni az erejét, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a három napra, és reméljük, hogy sokan részt fognak rajta venni. Tehát akkor, hogyha összegezzük, akkor lesz egészség, lesz főzőverseny, lehet Igen. majd enni jókat, gondolom. Igen. Lesz népművészet, kultúra Igen. és Igen. sport. Így van. Tehát úgymond mindenki megtalálja a maga kedvencét ez alatt a három nap alatt. Mikor lesz pontosan, hogy a kedves nézők tudják? Igen, a 24. falünnepünk 2012. július 13, 14 és 15. Úgyhogy a környező települések lakóit is nagy szeretettel várjuk a ünnepi műsorunkra, és reméljük, jól fogják magukat érezni. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, akkor találkozunk a Galgahé vízi falu ünnepen. Köszönöm a figyelmüket. Az egyik piacvezető ingatlan iroda két irodájának, Péceli és Gödöllői irodájának tulajdonosa ismét itt van velünk Porta magazinunkban, illetve most ezúttal mi látogattuk meg őt, ahogyan ígértük kedves nézőinknek már korábban. Most az energetikai tanúsítványról fog nekünk felvilágosítást adni Tordai Piroska. 2012. január 1-től törvényben meghatározták, hogy az ingatlan eladáshoz szükséges energetikai tanúsítvány megléte, de mi is ez az energetikai tanúsítvány, és mit tartalmaz? Szép jó napot kívánok! Köszönöm a kérdést, nagyon sok érdeklődést kaptunk az elmúlt adás óta, kifejezetten ebben a témában, hiszen, ahogy mondod, január 1-től ez egy kötelező dolog, és most már olyannyira, hogy az új adásvételi szerződéseket nem fogadja be a földhivatal energetikai tanúsítvány nélkül. Tehát amikor egy adásvételi szerződés megszületik, tehát az eladó eladja, a vevő pedig megveszi az ingatlant, és ezt egy szerződésbe foglalják ügyvédi szárazbélyegzővel, akkor csak úgy fogadja be a földhivatal a tulajdonjog átvezetését, hogyha ezt az energetikai tanúsítványt mellékelik az adásvételi szerződés mellé. És ez így néz ki, megmutathatom? Természetesen. Mások. Ez egy ilyen, így néz ki, ez egy olyan, mint egy mosópor mellé rakott kis energetikai tanúsítvány. Biztos láttak már a nézők ilyet, hűtőgépeknél, mosógépeknél. A jelű, B jelű, A pluszos. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy az adott épület energetikája az mennyire takarékos. Tehát van-e benne esetleg megújuló energia fűtésben, a vizet mennyire forgatjuk vissza, esetleg az esővizet összegyűjtjük-e, és azzal mosunk-e, vagy esetleg a mosdóban azt használjuk-e, van-e esetleg napelem, furtkút. Tehát gyakorlatilag arról szól, hogy a környezetet mennyire védjük, és az energiát mennyire használjuk föl egy házban. Most, amint látják a kedves nézők, A plusztól egészen I kategóriáig terjed ez. Az A plusz az a legjobb minősítés, és nyilván az I a legkevésbé. Azért fontos ez a tanúsítvány, mert először is EU szabvány, tehát ez egy az Európai Unióhoz való tartozásunknak és a jogszinkronizációnak az egyik alapfeltétele. A másik pedig az, hogy a kedves vevő pontosan tudja, hogy mire számítson a közeljövőben, vagy a távoli jövőben, akár fűtésszámlában, akár csatornadíjban, akár vízszámlában, tehát milyen költségekkel fog járni az ő ott lakása. A vevőnek ez azért is fontos még, mert ez az energetikai tanúsítvány, ez 10 évre szól. Tehát abban a pillanatban, amikor ő megvette az ingatlant, és az eladó ezt megcsináltatta, egy olyan céggel, akinek erre jogosítványa van, abban a pillanatban a vevő 10 évig ezzel az energetikai tanúsítvánnyal rendelkezik, tehát ha 10 éven belül ő is továbbadja az ingatlant, akkor neki nem kell csináltatnia újat. Tehát ezzel a vevő, hogy úgy mondjam, érdekelté vált abban, hogy kérje ezt az energetikai tanúsítványt az adásvételi szerződés mellé mindenképpen. Mi történik abban az esetben, hogyha mondjuk 10 éven belül a vevő, aki megvásárolta az ingatlant, napelemeket szereltet be a lakásába, akkor ilyen esetben újat kell kikérnie, mert nyilván ez ugye egy pozitívum, hogyha már egy magasabb minősítésbe kerül az ő energetikai tanúsítványa.
Így van, olyannyira érdemes is kikérnie, hiszen ez a ház értékét nagyban befolyásolja, hiszen ma már tudjuk, hogy minél kisebb energiával lehet fenntartani egy házat, annál többet ér. Tehát ma egy napelemekkel felszerelt ház, ami esetleg még a fűtésbe is besegít, nem csak a meleg vízellátásba, sokkal többet ér árban, tehát az ingatlan piacon többet ér, mint egy nem napelemes ház, amit esetleg csak gázzal lehet fűteni, hiszen a mindennapos költsége egy napelemekkel felszerelt háznak jóval alacsonyabb, mint egy gázfűtéssel ellátott házé. És ezt, hogyha a vevő kiszámolja hosszú távon, havi költségben, akkor nagyon sokkal többet tud érni egy megújuló energiával fűtött ház, mint egy nem. Tehát igen, érdemes kikérnie mindenképpen. Azt látjuk, hogy egy több oldalas dokumentumról beszélünk, és ugye az elején látunk egy nagyon szép színes ábrát, amit már itt meg is magyaráztál nekünk, de mit tartalmaz a további oldal, ami itt mögé van csatolva? Az oldalak gyakorlatilag arról szólnak, hogy miből van a ház, belső falak, külső falak, milyen alappal rendelkezik, milyen tetőszerkezettel rendelkezik, hogyan van szigetelve, milyen vastag szigetelése van, van-e alsó szigetelése, van-e tető szigetelése, milyen mély az alap, miből van az alap, ugye ez főleg használt házaknál nagyon fontos, mert a térségünkben nem feltétlenül újépítésű ingatlanokról beszélünk, tehát nagyon nem mindegy, hogy az alapot szigetelték-e, mielőtt a felső betonréteg rákerült. Meghatározóak a belső falak, a belső falaknak a hang és az energia szigetelése, aztán éves fűtésigény köbméterbe számolva, melegvíztermelő rendszernek a kiépítettsége, hogy mivel állítja elő a melegvizet, és aztán pluszban a megjegyzésben minden megújuló energiaforrásnak a felsorolása benne van, illetve hogyha valaki kéri, akkor a cég csinál pluszban egy javaslatot, hogy mit érdemes ahhoz javítani, vagy csinálni a házzal, hogy ez az energetikai tanúsítvány egy jobb kategóriába essen. Érdemes elmondani róla, hogy ez egy új dolog Magyarországon, sokan idegenkednek tőle, és nagyon sokan nem is tudják, hogy mi ez. Mindenképpen érdemes tudni, hogy egy használt ingatlan, ami nem új építésű, tehát nem 2010 előtti építésű, a B kategória neki egy nagyon-nagyon jó kategória. Tehát senki ne ijedjen meg, hogyha a használt ingatlan ára C-t kap, mert az esetek többségében ezt fog kapni. Ez az átlagos besorolás. Ez az átlag, így van, hiszen a házaknak nagyon kis százaléka rendelkezik ma Magyarországon megújuló energiaforrásból való fűtéssel, bár most a geotermikus fűtést meg a napelemrendszereket elkezdték gyártani, és most már egyre nagyobb körben elterjedt, de azért valljuk be, ebben a térségben, ahol most mi vagyunk, vagy mi dolgozunk, nem ez a jellemző. Az új építésűeket már igen, tehát azok már az AA pluszosak, de a használt ingatlanok, azok nagyon jó, ha B kategóriát kapnak. Amit esetleg itt még érdemes megemlíteni, hogy amikor magánembernek ad el ingatlant, például ebben egyáltalán nincsen tisztában, és ha az ügyvéd nem hívja fel a figyelmet, hogy erre szükség van, akkor a földhivatalnál könnyen pótlást kérhetnek be, és a tulajdonbejegyzés az nem biztos, hogy sikerül rögtön. Tehát itt akkor felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogyha elad magánemberként ingatlant. Tudom, hogy ez költség, de jobban jár, hogyha előre megcsináltatja, mint hogy utólag a földhivatal kérjen pótlást. A cégünk, ami egy ugye országos cég, 76 irodával, nagyon sok tanácsadóval és nagyon sok ingatlannal. Nekünk érdekünk az, hogy egy olyan céggel működjünk együtt, energetikai tanúsítvány címén, akik egy, a legolcsóbbak a piacon, kettő, egész biztosan jogilag támadhatatlan és teljesen elfogadható energetikai tanúsítványt csinálnak.
Milyen költségekkel jár egy ilyen tanúsítványnak a megszerzése, kiváltása? Azért örülök ennek a kérdésnek nagyon, mert Magyarországon elterjedt egy olyan tévhit, hogy 100 000-ekbe kerül egy ilyen tanúsítvány, és bezzeg ezt már nem bírja az eladó kifizetni. Most az tény, hogy vannak cégek, akik lényegesen drágábban dolgoznak, mint a piacon elérhető átlag cégek, de jelen pillanatban ma, aki hozzánk vagy velünk szeretne együtt dolgozni, és mi áruljuk az ő ingatlanát, vagy mi is. Ebben az esetben például egy 61 és 120 négyzetméter közötti ingatlannak az eladásával járó energetikai tanúsítvány 18 000 forintba kerül. Bőven nem 100 000-ről. Bőven nem 100 000-ről, amit számlával megkap, tehát számlával igazolja a cég, hogy ennyibe kerül, és ezt a számlát gyakorlatilag akár az adójába, akár az illetékébe később bele tudja számolni. Tehát ez nem a zsebből zsebbe valaki megcsinálja a himi-humi cég, és akkor majd milyen jó lesz, hanem ez egy teljesen normál, elfogadott ár. Érdemes összehasonlítani, tehát hogyha valaki energetikai tanúsítványt szeretne csináltatni, kérdezzen meg pár céget mindenképpen, és ne az első mellett döntsön. Érdemes megnézni a referenciáit, mert az sem mindegy, hiszen 10 évig ez visszakövethető. Tehát ez nem úgy történik, hogy beadja az adásvételi szerződéssel, hanem ha bármi nem stimmel ebben az energetikai tanúsítvány, akkor a vevő bármikor visszakérheti, akár a vételárat is, avval a címen, hogy őt becsapták ebben az energetikai tanúsítvánnyal. Ez 10 évigi kötelem, tehát érdemes olyan céget megbízni. Így van, tehát ez nem csak egy papír, és ezt azért hangsúlyozom nagyon, mert ma sokan azt gondolják, hogy plusz egy papír, ami kell. Nem, ez egy nagyon komoly dokumentum, ami 10 évig visszakövethető, és számon kérhető az eladón. Tehát hiába adta már el 3 éve az ingatlant, hogyha kiderül, hogy mégsem annyi, vagy mégsem olyan az energetikai besorolása, és mégsem olyan a fűtésrendszere, akkor ebből nagyon komoly perre számíthat, hogyha a vevő szeretné érvényesíteni a jogait. Tehát ezt érdemes komolyan venni, még akkor is, hogyha magánúton adja el az ember. Azt nyilván nem kell mondjam, hogy nálunk enélkül nem születhet meg adásvételi szerződés. Mennyi időt vesz igénybe egyébként egy ilyen tanúsítványnak az elkészítése? Hogyan kell kalkulálnunk, amikor szerződéskötés van kilátásban? Körülbelül ez úgy történik, hogy felvesszük a céggel a kapcsolatot, kimegy a cégnek a mérnöke, az körülbelül egy 3/4 órát vesz igényben az ingatlannál, megméri a falakat, megméri a távolságokat, pontos alaprajzot rajzol, átnézi a fűtésrendszert, a szigetelést, tehát gyakorlatilag pincétől padlásig átnézi a házat, ez körülbelül 3/4 óra, és a kiszállástól az energetikai tanúsítvány elkészüléséig, ez körülbelül 1 hét. Tehát így lehet számolni vele. Értem. Beszéltünk arról, hogy használt és új építésű ingatlanok esetében is kötelező, de egész pontosan mit ír elő a törvény? Van-e valamilyen kivétel, olyan ingatlan, aminél nem szükséges? Mi a pontos meghatározás ebben az esetben? A törvény nem tesz különbséget új és használt ingatlan között. Talán annyit, hogy az új ingatlanok, új építésű ingatlanoknak már 2009. január 1-je óta kötelező volt, és idén január 1-től a használtaknak is. De január 1-től nincsen különbség. Viszont egy érdekességet mindenképpen szeretnék itt elmondani, hogy a bérletbe adott ingatlanokra is kötelező. Tehát, hogyha egy tulajdonos szeretné kiadni a lakását vagy a házát, akkor a bérlő is kéri, vagy kérheti ezt az energetikai tanúsítványt. Olyannyira, hogy július 1-től a hirdetési szövegekben is meg kell jelennie, hogy milyen energetikai besorolású az ingatlan. Tehát a média felügyelet ezt figyelni fogja már. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak akkor kell meglennie az energetikai tanúsítványnak, amikor már eladtuk, hanem amikor elkezdjük árulni. És ez egy lényeges különbség.
Vagy amikor tervezzük a bérbeadását. Így van, már így akkor. Van. Tehát nem akkor, amikor már megvan a bérlő, hanem mielőtt, amikor eldöntöttük, hogy eladjuk vagy bérbeadjuk, már akkor meg kell csinálni, hiszen a hirdetési szövegekben benne kell legyen, hogy A, B, C, D bármilyen besorolásra az ingatlan, hiszen a vevő ez alapján is dönthet. És ezek alapján az ingatlanok felújításakor pedig érdemes figyelembe venni azt, hogy milyen fajta felújításokat végzünk energetikai szempontból, hiszen az a cél, hogy minél jobb minősítésbe sorolódjon be az ingatlanunk. Így van, annál is inkább, mert egyáltalán nem biztos, hogy szeretnénk eladni mondjuk az ingatlant, de egy fűtéskorszerűsítésnél, vagy egy melegvíznek a korszerűsítésénél, vagy egy szigetelésnél érdemes hívni egy ilyen szakembert, megcsináltatni ezt az energetikai tanúsítványt, és kérni tőlük egy javaslatot, hogy mit érdemes, mit csináljak ahhoz, hogy jobb energetikai besorolású legyen az ingatlanom, és akkor hatékonyabban tudnánk később majd piacra helyezni az ingatlant. Piroska, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk mindezeket az információkat. Kedves nézőink, nem sokára ismét találkozhatnak majd veled, amikor ingatlan tanácsadás kapcsán, ezúttal a szocporról és a hitelezésről, valamint a tulajdoni lapról fogunk beszélgetni. Én köszönöm szépen. Műsorunk létrejöttét támogatta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa, az Árvácskás Virágbolt, a Kiscsuki Konyha és Üdülőház, a Möbelsgen Textil Kft., a Galgahévízi Bútorstúdió, az Otthoncentrum és a Versek Tüzép.